Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit közölnek a képek. Az aktuális téma itt van középen. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya azt jelenti, te állsz most itt a középpontban. A gondolataid, vagy az ő tervei, ezt mutatja a következő kártya. Hát nála vannak problémák, hiszen nagyon szomorú, valami elkeserítette őt. És most megnézzük az érzelmeket, a tiédet, vagy az övét. Ő elvár tőled valamit. Lehet, hogy most visszahúzódó vagy, ezért olyan szomorú, vagy az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy neked vannak elvárásaid vele szemben, és ezt nem tudja jelenleg neked nyújtani. A jelenlegi helyzet itt a környéken van egy hamis nő. Az is lehet, hogy nála még van egy párkapcsolat, itt van a hamisság, a hazugságok, ez a nő becsapja őt, itt van egy közös otthon, de itt úgy érzi magát, minthogyha börtönben lenne. Az is lehet, hogy ez a ház a te környezetedre utal, a szomszédokra, ismerősökre, rokonokra, és itt a háttérben van ez a hamisság, tehát légy óvatos, hiszen ez a torony vagy börtön azt is jelentheti, hogy valaki akadályoz téged, fogva érzed magadat, nem tudsz kilépni ebből a helyzetből. Persze az is lehet, hogy ez az ő helyzete, és ezért olyan szomorú. Mi vár rád, illetve rátok a jövőben? Itt látható egy gazdag nő, de megjelenik a tolvaj. Tehát ügyelj az anyagiakra, nehogy valaki ellopjon tőled valamit. Ez a kép jelenti a belső értékeket is. Lehet az ő belső értéke, de mivel itt van a tolvaj, akkor az azt jelenti, hogy nincs meg az elismerés. Ez is lehet az ok, ami miatt ő nagyon szomorú. De azért van jó hír is, hiszen össze fogtok jönni, itt lesz egy találkozás, te állsz a középpontban, itt ez a gazdag lány utal a te értékeidre, tehát te értékes vagy számára. Itt ugyan megvannak az elvárások, a hamisság a háttérben, de ez a tolvaj azt is jelentheti, hogy eltávolítja, ellopja ezt a hamis nőt, és akkor javulni fog a helyzet. Lehet egy közös otthon, és itt meg vannak mindkettőtök részéről a kívánságok, és ha ebben hiszel, és ez a találkozás nagyon jól alakul, akkor ez az álom, ez a vágy, ez a kívánság beteljesedik. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!